hatása a festészeti, Kimvart festészeti videók sorozatot látjátok, amit a YouTube csatornán lesz rendszeresítve a jövőben, illetve folyamatosan ez itt megy. Ebben a mai kis videóban arról fogunk beszélni, hogy megbeszéljük, hogy mi az a festmény alapozás, miért van rá szükség, miért olyan fontos, hogy ennek külön figyelmet szenteljünk, illetve arról is azt is megnézzük, hogy hogyan kell ezt egyszerűen, gyorsan megoldani házilag, és milyen alternatívák vannak. Bizonyára, aki már festett közületek olajjal vagy akril festékkel, ő tisztában van vele, hogy a festés megkezdése előtt az úgynevezett alapot, amire ugye, ami magát a festményt, tulajdonképpen a képünket hordozza, ezt valamilyen alapozóval leszokták alapozni. Tehát akkor tisztázzuk először is a fogalmakat, hogy mi az az alap, mi az az alapozó, és mit értünk. Tehát először is ugye a festmény alap, az lehet egy faros lemez, egy falemez, egy karton, vagy egy vászon, egy feszített, vagy egy kasírozott vászon. Ezek azok a lapos kétdimenziós táblák, amire a jövőbeni alkotásunkat rá fogjuk festeni különböző festékekkel. Tehát ezt hívjuk kép alapnak. Ezt a képalapot, ugye ezt különböző anyagból állítják elő, mint ahogy az előbb felsoroltam, ugye a legjobban a köztudatban az úgynevezett vászon hordozó van, tehát a vászon, mint képalap, ugye ez lehet feszített vászon, vagy kasírozott vászon, majd egy másik videóban ezekről is fogunk beszélni. Most azonban ugye arról fogunk szót ejteni, hogy hogyan kell ezeket lealapozni, és miért. Hogyha a boltban készen veszünk ilyen vásznakat, akkor azok a legnagyobb részt általában már le vannak alapozva, tehát nekünk már sokszor nincs dolgunk vele, már közvetlenül az alkotásunkat tudjuk művészfestékkel ráfesteni. Azonban léteznek úgynevezett alapozatlan vásznak, ha ilyennel találkozunk, vagy szándékosan ilyet keresünk, akkor azt nekünk le kell alapozni. Illetve van egy másik ok, amiért még gyakran alapozunk mi magunk, az pedig az a tény, hogy ugye sokan, és köztük én is szívesen használunk vászon helyett a képalapnak úgynevezett faros lemezt, vagy ilyen rétegelt lemezeket. Ezek a faros lemezek, ezek ilyen 3-4 mm vastag, mindkét oldalon sima, préselt, ilyen aprított, finomra aprított faforgásból préselt lapok. Ezeket egyébként a bútoriparban használják a leggyakrabban bútoroknak a hátlapjaként, és ezeket még kitűnő kép alapként tudjuk használni. Ismeretes, hogy régebben gyakori volt az olyan faros lemez, aminek az egyik fele ilyen rücskös volt, a másik fele volt sima. Ma már ezt a technológiát nagyjából majdnem mindenhol felváltották ezzel a mindkét oldalon sima faros lemezzel. A festőművészeknek, illetve az amatőr alkotóknak is az egyik kedvenc képalapja ez. Legtöbben erre festünk napjainkban. Ennek egyik oka, hogy mondjuk ez a kezemben ez egy 30x40-es faros lemez, ennek mondjuk a bekerülési költsége körülbelül 200 forint, ezt annyiért lehet egy barkácsáruházban ilyen méretben méretre vágva kapni, például én az Obi áruházban szoktam méretre vágatni, és így szoktam elhozni, vagy a képkeretezőknél lehet még kapni, onnan is szoktam hozni. Tehát körülbelül 200 forint, hogyha még le is alapozzuk, az a többletmunka az nekünk csak néhány perc, az alapozásozó költsége is viszonylag elenyésző, amit egy ilyen táblára használunk, és még mindig azt mondhatom, hogy ilyen 300 forint alatt vagyunk egy ilyen 30x40-es képalap esetében. Ezzel szemben, hogyha ezt mondjuk feszített vászonra szeretnénk egy ekkora képet festeni, egy 30x40 cm-es képet, akkor a feszített vászon ára ilyen méretben egy jobb minőség az 1000 forint fölött lenne. Néha lehet kapni ilyen különböző élelmiszer áruház láncaknál, mint a Lidl,
és egyéb helyeken ilyen olcsóbb kínai gyártmányú, nem túl jó minőségű feszített vásznakat is. Azok közül van, amelyik használható, van, amelyikkel nehezebb dolgozni, de és azok olykor olcsóbbak, de még mindig nem érik el a faros lemeznek az árát. A másik, hogy ugye ameddig még gyakorló fázisban vagyunk, és még gyakrabban előfordul velünk az, hogy egy-egy alkotásunk nem sikerül, ilyenkor szintén ugye nem mindegy, hogy milyen értékű alapanyagot hagyunk kárba veszni, tehát emiatt is érdemes ilyen faros lemezekkel dolgozni, illetve vannak, akik kedvelik ezt a simább felületet és a szilárd felületet. Jó, tehát akkor a képalapunk leggyakrabban alapozatlan natúr faros, illetve előfordul, hogy alapozatlan vásznunk van, vagy kartonunk, azokat ugyanúgy kell alapozni. Tehát akkor megbeszéltük, hogy mi az a képalap, most pedig beszéljünk az alapozókról. Milyen alapozók jöhetnek számításba olaj- és akrilfestés alá? Akvarellnél nem nagyon kell alapozni, ott ugye maga az akvarell papír egy speciális felülettel és szívóképességgel bíró anyag, ami alkalmas arra, hogy közvetlenül fessünk rá. Viszont az olaj és az akrilfestékek, illetve a tempera képek alá általában szükséges és fontos az alapozás. Az alapozó recepteknek nagyon sok régi változata van. Régen egy sokkal bonyolultabb eljárással készítették őket, mint ma, illetve egyes művészek még ma is készítik a régi eljárást. Ezt most nem ismertetem. Egy későbbi videóban esetleg egy érdekességként meg fogom mutatni, hogy eredetileg hogy készültek a régi receptek szerint a festményalapozók. A napjainkban azonban a leggyakoribb alapozó, ebből két család van, az úgynevezett olajalapok, illetve az akril alapozók. Az olajalapozók azok olyan speciális alapozók, amik kizárólag csak olajfestmény alá alkalmasak, tehát hogyha egy farostot mondjuk olajalapozóval alapozunk le, akkor az a farost, az az alapozott farost, az csak és kizárólag olajfestékkel használható utána, arra csak olajfestékkel festhetünk rá. Míg ezek az úgynevezett akril alapozók, ezek pedig ilyen univerzálisabb alapozók, amik alkalmasak arra, hogy akár akrilfestékkel, akár olajfestékkel alapoz, vagy fessünk utána rá a lealapozott képalapra. Az alapozóknak van egy közös gyűjtőneve, akár olaj, akár akril, ez pedig a gesso, ezt G-vel írjuk és két S-sel, itt látható ezen a dobozon, megmutatom így közelebbről. Ez egy lengyel márkájú, nagyon jó minőségű festmény alapozó, egy akril alapozó, tehát akril gesso-nak nevezzük, ezt a lengyel reneszánsz cég forgalmazza. Talán már mostanában egyre többet találkozni ezzel, én is nagyon szívesen ajánlom ezeket a lengyel reneszánsz termékeket, ugyanis árban és minőségben nagyon jó versenyben vannak az eddig hazánkban ismert anyagokkal. Talán én úgy találtam, hogy én elég sokféle alapozót kipróbáltam már, és ez a célnak tökéletesen megfelel, nagyon jó a konzisztenciája, jó a sűrűsége, jó a kötőképessége és a szívóképessége is optimális, és árban talán az összes eddigi hazánkban eddig forgalmazott alapozónál egy kicsivel kedvezőbb, ezért mindenképpen ezt a típust tudom ajánlani, de most nem is ez a legfontosabb, hanem beszéljünk egy pár szót ezekről a gesso-król. Egyébként az a gesso, mint gyűjtőnév, ez arra utal, hogy annak idején ez az olasz gipsum szóból, ami gipszet jelentett, abból alakult ki, ilyen latin eredetű szó, és a gesso tulajdonképpen gipszet jelentett. Azért jelentett gipszet, mert a kálcium szulfát nevű anyag, ami a gipszkő más néven, a gipszkövet bányázták és azt őrölték porrá különböző eljárások után, és ebből készítették az alapozó anyagokat, ehhez adtak kötőanyagokat, nedvesítő anyagokat, és ez volt sokáig évszázadokon keresztül az alapozók tradicionális anyaga.
Aztán később használták a kálcium karbonátot is, ugye az a mészkő liszt tulajdonképpen, és különböző egyéb ilyen ásványi eredetű porított töltőanyagokat. De a legelső, amit előszeretettel használtak, ez a gipszkő volt. És még egy érdekességet itt szoktam elmondani, hogy ezt Európában ennek az egyik legfontosabb lelőhelye a Franciaországban, Párizsban, a Montmartre hegyen volt, ami ugye most már a városrésznek az egyik része, a párizsi városnak az egyik városrésze, ez a Montmartre hegy. És a Montmartre hegy tulajdonképpen ilyen gipszkőben gazdag lelőhely volt, ott volt egy ilyen gipszkő bánya, és ott bányázták a gipszkövet. Hívták is ezt az eredetű gipszkövet francia krétának is. És csak azért érdekes, mert ugye, hogy a festészet szempontjából így történelmileg ez egy ilyen fontos kis pont, hogy hol bányázták ezt a festmény alapozók alapanyagát képező gipszkövet, és ugye ugyanez a helyszín, a Montmartre hegy, ma meg arról híres, hogy ott ugye Párizsban ott gyűlnek össze a festők, és ott a téren festenek, egy ilyen látványosság ez. És hogy ez a Montmartre hegy így kétszer is a történelem folyamán sikeresen kapcsolódott a festészethez. De tehát lépjünk tovább, nézzük meg, hogy mi az alapozásnak a lényege. Az alapozásnak a fontossága az azért kikerülhetetlen a festészetben, mert ezek a hordozóanyagok, legyen az vászon, vagy fa lap, vagy farost, vagy karton, ezek olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, melyek közül némelyik tulajdonságon változtatnunk kell ahhoz, hogy tökéletes festmény alapként funkcionáljanak. Az egyik ilyen tulajdonságuk, amin változtatnunk kell, ez a szívó képességük. Ezek az anyagok ugyanis, ezt ugye mindenki ismeri, az ilyen fa, vászon, farost, meg karton, papír alapok, ezek mind-mind képesek viszonylag gyorsan nagy mennyiségű nedvességet magukba szívni. Na most ez kettő szempontból sem szerencsés, amikor mi festünk egy ilyen anyagra. Az egyik, amiért nem szerencsés, hogy ugye ha nagyon gyorsan szív a felület, amire dolgozunk egy nedves, kenhető anyaggal, akkor azt fogjuk érezni, hogy nagyon hamar kiszívja a nedvességet az ecsetünkből, a festékből, és olyan nehezen lehet elkenni a festéket, nehézkesen tudunk dolgozni. Ez esetleg akadályozhatja a munka végzésünket alkotás közben, illetve nem megfelelő felületképzést tud nekünk produkálni, ami esetleg nem szerencsés. Tehát nem optimálisan szívnak, hanem túlzottan szívnak, ami munka közben nem komfortos. A másik, ennél sokkal nagyobb baj, mert ugye ezt még meg lehetne akár szokni, amit az előbb elmondtam, az a legnagyobb probléma, hogy általában ezekben a festékekben, a művészfestékekben, legyen az akár akril vagy olajfesték, a kötőanyagot, ami tulajdonképpen a festéket oda köti, oda ragasztja a felülethez, ami keményé teszi, megszárítja a festékünket, kemény ellenálló festékfilmet kialakítja. Ez a kötőanyag, ez folyékony, illetve vízben oldva, mondjuk az akril festék esetében vízben oldva van folyékonnyá téve. Tehát, hogyha egy ilyen netszívó alapra festünk egy kötőanyagot, folyékony kötőanyagot tartalmazó festékkel, ez a netszívó alap ezt a folyékony kötőanyagot fogja magába szívni a festékünkből. Ez azzal jár, hogy akkor tulajdonképpen a felszínen maradó festékréteg, ami tulajdonképpen a képünket adja, jelenti, az miközben ugye megszárad, megköt, az kötőanyagban sokkal szegényebbé válik, mint ahogy azt mi szeretnénk, hiszen a kötőanyag nagy része eltávozik a festékfilmből bele az alapba, beszívódva az alapba. Ugye nyilvánvaló, hogy egy festékben annyi kötőanyag van, amennyi optimális. Tehát ezt az ember, a festők, vagy később most már napjainkban a festékgyárak kikísérletezték az évszázadok folyamán, hogy mikor jó egy festék, milyen mennyiségű kötőanyagot kell beletenni ahhoz, hogy az hosszú távon tartós legyen és jó legyen. Na most ez a mennyiség van benne a festékünkben,
Most mi, hogyha megengedjük egy felületnek, amire festünk, hogy ennek a kötőanyagnak, ennek az optimális mennyiségű kötőanyagnak egy részét magába szívja, akkor tulajdonképpen ezt az általunk, emberek által alkotott szabályt szegjük meg. Tehát meg kell valahogy akadályozni, hogy a festékünkből a kötőanyag a felületbe szivárogjon. És van egy harmadik probléma is, hogy általában ezek a kötőanyagok, például az olaj is, az aktívan dolgozik hosszú időn keresztül ezekbe az alapokba beszívódva, és ott különböző roncsoló hatást fejthetnek ki, amik hosszú távon károsíthatja a festményt. Tehát ilyen hosszú távban gondolkodva sem jó, hogyha ezt megengedjük. No, erre találta ki az ember az alapozást. Tehát a festők kitalálták, hogy ezt a szívóképességet le kell csökkenteni, és erre alkották meg a festmény alapozót. Tehát emiatt kell nekünk a képalapokat lealapozni, hogy optimalizáljuk a felületnek a szívóképességét az előbb ismertetett okok miatt. Ugye mondtam, hogy kétféle alapozó család van, az egyik az olajalapozók, amik csak olajfestményhez valók, olajfesték alá, illetve ezek az akril alapozók, akril gesszók, amik alkalmasak olaj és akril festék alá is. Mostanában mindig ezt az akril gesszót használjuk. Ez vízzel van, ez egy vizes bázisú anyag, ami azt jelenti, hogy vízzel hígítható, az ecsetek munka után vízzel elmosható, viszont miután megszáradt, utána már vízzel vissza nem oldható. Tehát az akril gyanta, ez a kötőanyag, ami ezekben az anyagokban benne van, ezek ilyen polivinil acetát vagy akril gyanta alapú termékek, ezek csak addig oldhatók vízzel, ameddig még meg nem kötöttek, hogyha megkötöttek, megszáradtak, utána már nem fognak visszaoldódni vízzel, tehát nem lehet őket utólag vízzel lemosni például erről. Másik fontos tulajdonságuk, ami szintén nekünk nagyon kedvező, hogy nagyon gyorsan megszáradnak, ez nyári időben akár 5-10 percet vagy 20 percet is jelenthet, télen hűvösebb időkben, amikor kicsit lassabban szárad, akkor is egy fél óra, egy órán belül megszárad egy réteg ilyen akril festék vagy akril alapozó, és ez lehetővé teszi a festőnek, hogy alapozás után gyorsan megkezdhesse a munkát, hiszen a festő azért alapoz, hogy végre elkezdhessen festeni, tehát nyilvánvaló, hogy várja ezt a pillanatot, úgyhogy örül annak, hogyha az alapozó gyorsan megszárad. Míg például az olajalapozóknál így esetenként több napot is várni kellett, mire az megszáradt, ugye az olaj egy lassan száradó anyag. Ezek az akril gesszok, ezek nagyon gyorsan, percek alatt megszáradnak. És így hamarosan tudunk rájuk festeni. És akkor még egy néhány kis apróságot említenék, hogy vannak festők, tehát a hibákról. Tehát vannak festők, akik különböző alternatív anyagokkal kísérleteznek, főleg itt a... Én már találkoztam sok mindennel. Egyik kedves ilyen módszer, hogy ilyen trinát alapozókkal, ilyen zománcfesték alapozókkal, meg zománcfestékekkel próbálkoznak. Nem túl szerencsés, én azt tapasztaltam, én is kipróbáltam, meg találkoztam ilyen felületekkel. Azt tapasztaltam, hogy nem optimális a felületnek a szívó képessége, hogyha ilyen festékkel van alapozva, sokszor túl fényes, túl kevésbé szív. Ugyanis az optimális szívó képesség, amit emlegetek itt, az nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem fog szívni ez a felület, hanem azt jelenti, hogy optimális mértékben fog szívni. Tehát ugyanis elmondtam, hogy miért baj az, hogyha nagyon szív, ugye nagyon sok kötőanyagot kiszív a festékből, ugyanakkor az sem jó, ha egyáltalán nem szív. Most képzeljünk el, hogy egy vízzel akarunk mondjuk festeni, mondjuk vízfestéket képzeljünk el. Ugye egy papírra szépen lehet vele dolgozni, a papír egy kicsit beszívja a vízfestéket, és úgy rögzíti ott, ahova tesszük a rögzül a festék. A vízfesték ezáltal. Most, hogyha egy üveglapra szeretnénk vízfestékkel festeni, akkor azt találnánk, hogy az üvegről szépen csak lecsorogna a víz, a vízfesték,
Ugye az üveg annyira sima, és semmilyen szívó képessége nincs, nem tud kapaszkodni a festék az üvegen, emiatt arról lecsorog. A másik, hogy igen, tehát hogy ez ezért kell, hogy optimálisan legyen a szívóképesség beállítva, tehát ez azt jelenti az optimális szívóképesség, hogy annyira szív az alap, hogy tudjon a festék kapaszkodni rajta, tudjunk rajta komfortosan dolgozni, a festmény ne csurogjon le róla, megtapadjon rajta, de már annyira nem szív, hogy megnehezítse a munkánkat, illetve hogy túl sok mennyiségű festék kötőanyagot szívjon magába. Amikor mi elkezdünk ilyen gyári megoldások helyett ilyen maszek barkácsolós alapozó receptekkel kísérletezni, akkor mindig azt szoktam javasolni, hogy néhány alapelvet tartsunk figyelembe, és hogyha ezeket az alapelveket figyelembe vettük, akkor utána próbáljuk ki egyszer egy gyári alapozót, ami jól működik, tanuljuk meg, hogy annak milyen a viselkedése, milyen érzéssel festeni, és hogyha már ezt az információt megőriztük, rögzült bennünk, akkor utána kezdjünk el próbálkozni más anyagokkal, és próbáljuk meg a másik anyagokat is úgy megtalálni, vagy úgy beállítani, hogy ez legyen a viszonyítási pontunk, a gyári alapozó, és akkor jó, hogyha olyan alapozást tudunk helyettesítő anyagokkal csinálni, ami ehhez nagyon hasonlít, tehát viselkedésben. Például egy gyakori gyakorlat, hogy ilyen beltéri falfestékekkel, ilyen disperzit festékekkel alapoznak. Ez abból ered, ez a gondolat, hogy ugye a beltéri disperzithez hasonló a szaga, a színe, az állaga ennek az akril alapozónak. A két anyag valóban nagyon hasonlít egymáshoz, és ebből sokan azt a következtetést vonják le, hogy a sokkal olcsóbban, nagyobb kiszerelésben kapható beltéri disperzitet is lehet erre a célra használni, és akkor gazdaságosabban jönnek ki. Nos, ez valóban olcsóbb, de nem alkalmas a beltéri disperzit alapozása a következő okok miatt. Ugye mondtam az előbb, hogy a trinált zománc festékek meg alapozók nagyon nem szívnak, nem érik el az optimális szívóképességet, azok azért nem szerencsések. Például a beltéri disperzitek pedig azért nem jók, mert azok meg túlzottan szívnak. Tehát akár több rétegben is átkenjük az alapot vele, és még mindig túl erős marad a szívása. Tehát nem képes annyira lezárni a felületet, hogy az optimális szívóképességen belül maradjunk, hanem még mindig túl nagy marad a felületnek, az alapozott felületnek is a szívóképessége. Vannak olyan disperziós falfestékek, amik azért alkalmasnak bizonyultak itt a tesztelgetések folyamán. Ilyenek a kültéri akril homlokzatfestékek, tehát viszont azoknak már olyan az árfekvése, hogy már nem nagyon kerül sokkal kevesebben, mint egy rendes akril gesso, ezért okafogyottá válik ennek az alkalmazása. A másik, amit én régebben ajánlottam, egy ilyen általam kikísérletezett recept, ez az úgynevezett takril betonfesték és a beltéri disperzitnek az egy-egy arányú keveréke. A takril betonfesték egy nagyon erős kötőképességet adott ennek a keveréknek, a beltéri disperziós festéke pedig tudtam optimalizálni a szívóhatást, és így az egy-egy arányú keverék az nálam egy olyan konzisztenciát és viselkedést mutatott, mint egy gyári akril gesso alapozó, és egy kicsit olcsóbban is jött ki, illetve ott tudtam egy kicsit játszani a szívóképességgel, tudtam csökkenteni vagy növelni a két keveréknek az arányaival variálva, és ezért én korábban ezt szívesen alkalmaztam. Most már azért nem alkalmazom, mert ez az akril gesso, ez tökéletesen jól működik, ez a Renaissance akril gesso, és árban még az én általam kikísérletezett keveréknél is olcsóbb, úgyhogy én már például csak ezt használom, nektek is ezt ajánlom, ha ezt választjátok, nem fogtok mellé, de egyébként ettől függetlenül bármelyik művészellátóban kapható, bármelyik márkájú akril gesso jó a célnak, tehát ezek között nincsenek olyan minőségi eltérések, ami
mondjuk minőségbeli okokból kellene egyiket vagy másikat elutasítani, illetve választani. Tehát alapvetően ezek nagyon hasonlóan viselkednek, mindegyik jól ellátja a funkcióját. Itt inkább érdemes tényleg az árat figyelembe venni, ez szerint pedig én jelenleg ezt tartom a legjobbnak. Oké, és akkor még egy fontos dolog, aminek meg kell feleljen az alapozónak, hogy lehetett, sokan már találkoztak olyan jelenséggel, főleg ilyen beltéri disperzites alapozások után, hogy a megszáradt olaj vagy akril festék lepörgött az alapozóval együtt az alapról. Ez azért tudott bekövetkezni, mert a festékek, mikor száradnak, akkor veszítenek a tömegükből, ez azt jelenti konkrétan, hogy zsugorodnak. Tehát ugye nyilvánvalóan a nedvesség egy része eltávozik a festékből, illetve az egész, akkor kisebb lesz a tömege, tehát össze fog zsugorodni. Igen ám, de miközben ez megtörténik, közben a festék nagyon jól össze tud kötni az alapozónak a molekuláival, tehát ezek a festék belekapaszkodik az alapozó pórusaiba, és ott egy erős, stabil kötést hoz létre. Na most, hogyha az alapozó nem elég erős, tehát mondjuk mint egy beltéri disperzit, akkor az nem elég erősen ragad, vagy tapad oda az alaphoz, tehát nem elég erősen rögzül az alaphoz, akkor az történhet, hogy a festékünk, ami viszont jó erősen össze tud kapaszkodni az alapozóval, miközben szárad és veszít a tömegéből, elkezd zsugorodni, és húzza magával az alapozót. És mivel az alapozónak gyenge a kötő képessége, és nem jó erősen rögzült az alaphoz, ezért az alapozót a festék tulajdonképpen a saját zsugorodásának az erejével föltépi a felületről, és ilyen leveles, hólyagos hámlással leválik az alapról, és tulajdonképpen a festékünk úgy jön le az alapról, mint hogyha valami ilyen fal, ilyen matrica lenne, le lehet így húzni, és ez a rossz alapozás miatt van, tehát ilyen okokból sem szabad ilyen spórolások miatt ilyen hibákba beleesni. Jó, tehát használjatok akril gesszót munkához, akár olaj, akár akril festékkel festetek. Én javaslom jó szívvel az ilyen alapozott, vagy alapozatlan farostoknak a saját kezű lealapozását, és akkor mindjárt meg fogom mutatni, hogy hogyan történik ez az alapozás. Tehát akkor most itt a véget ért a videó. A Nagy Krisztián Kínva voltam, és a Kínva festőművész blog festészeti videók című videósorozatát láthattátok a YouTube csatornámon. Nézzétek meg a videóhoz tartozó blogbejegyzést is a kínva.com-on. Ugye ez itt bizonyos dolgokat még leírok, illetve egy-két érdekességet kiemelek a videóból, abban a bejegyzésben, illetve ha itt megnézitek a videó jobb és a bal felső sarkán, láttok ilyen különböző kis mezőket, ahol különböző dolgokra lehet feliratkozni. Itt bal oldalt az i betűre kattintva a bal felső sarokba megnyílanak ezek a kis honlapra a vezető képek, amire ha kattintotok, akkor eljuthattok a kínvart.com címen a festőművész blogba, ahol rengeteg cikket találtok festészeti témákban, vagy alatta az online festőtanfolyam.com című címen pedig különböző oktatóanyagokkal találkozhatok, nézzétek meg mind a kettőt, ajánlom, illetve ne felejtsetek el itt alul a feliratkozás gombra kattintva feliratkozni erre a YouTube csatornára, és ott jelöljétek be feliratkozáskor az értesítést kérek menüt is, és akkor fogtok kapni értesítést arról, hogyha legközelebb új videó töltök föl, ami hamarosan bekövetkezik. Ezen kívül, ha tetszett, akkor kérlek osszátok meg, szintén itt lent lehet megosztani a különböző közösségi csatornákon, például a Facebookon, és várjátok a következőt, mert hamarosan jelentkezem, izgalmas tartalommal és érdekességekkel fogom gyarapítani
ezt a csatornát. Köszönöm, hogy velem voltatok, jó festést kívánok nektek, sziasztok!